Hé, hey, te! Értesz, hogy mi vagy? Most! Különben ez a pók! Este, kimászik az ágyad alól! És... utána pedig megyelsz! Na hát, sziasztok, én Túlszed vagyok. A mai videóban gondoltam, hogy összeszedek nektek 5 rémisztő, ijesztő felvételt, viszont most nem egy adott dologból, hanem akár lesz szellemes videó, vagy akár titokzatos követések. Viszont mielőtt belekezdenénk a videóba, esetleg meg szeretnék titeket arra kérni, hogyha szeretnétek látni hasonló tartalmakat, akkor már most nyomtok egy lájkot és kommentbe írjátok meg, és maga a felvételekről majd a véleményeteket, azzal tudnátok legjobban támogatni, hogy feliratkoztok rám és beemeljetek a csengőt, mivel akkor akár az első között tudtok értesülni a napi szintű tartalmakról, és nem maradok le a premierekről, amik minden nap délben történnek. Nem is húzom a szót, 5000 like-nál lesz a következő rész. Kezdjünk is bele! Az első felvételen egy Fortnite streamert fogunk látni, a srác neve Jake, és ahogy látjátok, az egyik délután gondolta, hogy csinál egy Fortnite streamet, majd miközben játszott, váratlanul mögötte a nyitott ajtó becsukódott, és utána ezt a chat nyilván elkezdte írni, és utána vette észre. Viszont van arra is esély, hogy vagy a szél csukta be, vagy pedig ez egy megtervezett dolog volt, és egy barátját mondjuk megkérte, de én akár simán azt is el tudom képzelni, magától csukódott be, és még akár paranormális dolog is lehet ez. Mellesleg még a szék is megmozdult mögött. Szóval itt az áll fel, hogy vagy egy ismerőse húzta arrébb, vagy ha nem, akkor az felettébb rémisztő. Írjátok meg kommentbe a véleményeket. A második felvételen 2 kutyát láthattok, ahogy is az egyik figyeli azt, ahogy a másik egy láthatatlan alakot ugat, és itt a felvételnek a készítői azt mondták, hogy nagyon valószínű, hogy szellem volt, mivel körbeugatta konkrétan a semmit, esetleg még bal oldal nem látszódik, hogy mi van, szóval lehet, hogy szándékosan hozták ki ezt a kutyából, de a másik akkor csak odafigyelt volna, és itt az volt, hogy a másik kutyát nézte, hogy az vajon miért ugathat. Ha nektek van tippetek, hogy tényleg egy szellemet ugathatott-e, vagy pedig trükk, azt nyugodtan írjátok meg kommentbe, hogyha tényleg nem volt semmi trükk, akkor a kamerás a helyében nem biztos, hogy lettem volna. A harmadik felvételen annyi történik, hogy valamelyik éjszaka egy youtuber az otthonában érdekes hangokra lesz figyelmes, majd kimegy az ajtó elé és meglátja piros gömböt lebegni. Pár másodperccel később felkapcsolja a lámpát, nyilván, hogy megnézze, mi az, majd meglátja, hogy ehhez a gömbhöz tartozik egy test is. Igen, jól látjátok, ez egy bohóc kinézetű alak, aki egy piros lámpát fog, ami valószínűleg a piros lufit akarja ábrázolni a Pennywise kapcsán. Viszont itt később kiderült, hogy egy nézője szeretett volna ráijeszteni a youtuberre, bár ezek az emberek valljuk be, hogy elég bátrak, hogy ilyeneket megmernek csinálni, mivel ez a youtuber akár simán kihívhatta volna a rendőröket, vagy rengeteg máshogy elsülhetett volna ez a dolog. Erre a youtuberre biztos, hogy kellően ráijesztett, mivel lehet, hogy én is meglepődnék, hogyha kimennék az ajtó elé és ezt látnám. Írjátok meg kommentből erről az egész dologról a véleményeteket. A negyedik felvételen egy temetőben helyezkedünk el, ahol minden éjjel rettentő különös hangokra lesznek figyelmesek, majd elkezdenek kicsit komolyabban utána nézni a dolgoknak, hogy mégis mi történt ebben a temetőben, benéznek a síroknál a résekbe, de viszont semmit nem látnak, de a hangok továbbra is megmaradnak, majd felszereltek egy kamerát, amit valamelyik éjszaka megnéztek, hogy mi történik rajta, és a készítők szerint ez történt. Igen, a háttérben a kapuknál egy átlátszó alak sétál el, eléggé szellemgyanús, és tovább nem is vitték a dolgot, ott hagyták az egészet, és többet nem mentek oda. Nem biztos, hogy egy szellem volt. Az is lehet, hogy a levegő volt, és a kamerán ezt így látták. Írjátok meg, hogy szelleme lehet, vagy sem. Chase youtuber és a ő barátnője egy plázában szerettek volna egy olyan videót csinálni, ahol ruhákat próbálgatnak, bár eközben hozzájuk csatlakozott egy követő, olyan értelemben, hogy egy véletlenszerű ember, aki elkezdte őket követni. Elsőnek véletlennek fog tűnni az egész, hogy mindig pont ott halad el ez a zöld ruhás ember, majd amikor elkezdték tesztelni, hogy lemennek a mozgó lépcsőn és oda is követi őket, aztán vissza fel és még oda is, akkor már egyértelművé vált, hogy ez nem véletlen, hogy utánuk megy mindig, és ezt azzal tettette, hogy mindig pont ott nézett ruhát, és arra volt dolga, ahol a lányoknak. Igen, ezt még egy jó párszor megcsinálta, aztán majd amikor az utolsó szinten voltak, ismételten szembe találkoztak, és ott már egyértelműen látszódott, hogy ez a kettő lány éppen felveszi ezt, hogy követi ez az alak őket, és ezt észre is vette az ember, de továbbra sem zavarta, és folytatta, miközben tudta, hogy ez felvételre fog kerülni, és nem érdekelte őt. Aztán ezt még egyszer megcsinálta, és ez a kettő lány távozott az üzletből. Vagy azért követte őket, mert jól néztek ki, vagy pedig az is megeshet, hogy a lánynak a követője volt, ezt meg lehet tippelni itt lent. Valljuk be, hogy van egy jó pár beteg ember, aki ilyenre is képes, miközben tudja, hogy ez rögzítve is van. Hogyha ő helyükben kellett volna lenni, nem biztos, hogy nem szóltam volna rá. Na és srácok, már ennyi videót szedtem össze, hogyha élveztétek, akkor nyomjatok egy lájkot és írjátok meg kommentbe. 5000 like-nál lesz folytatás, azzal tudnátok legjobban támogatni, hogy feliratkoztok rám és beemeljetek a csengőt, mivel akkor, ahogy mondtam, az első között is tudtok értesülni a napi szintű tartalmakról, és nem maradok le a videókról, sem a premierekről, amik minden nap délben történnek, szóval oda is gyertek. Találkozunk a következő videóban, sziasztok!